ugye burgonyára épül a mai napunk, igen. És én arra gondoltam, hogy egy ünnepi rakott krumplit fogunk csinálni. Ezt nagyon szeretem. Tehát az a helyzet, hogy olyan hihetetlen receptárunk van, és nem aknázzuk ki eléggé. Tehát ha valaki meghallja egy rakott krumpli, ja, csak ilyen kis szegényesen, hát dobd fel! Így van. Most az az érdekesség ebben, hogy azokból az alapanyagokból dolgozunk, amik egyébként is az alapanyagok. Valahogy a gratin burgonyát és a rakott krumplit ötvözöm. Mit tudok segíteni? Nagyon sok mindent, például nagyon örülnék neki, hogyha egy picit elkezdeni a burgonyát hámozni. Mennyire van szükséged? Mekkora adagot készítesz? Egy tálaló gyűrűbe fogjuk tenni. Egész nyugodtan otthon, ha van egy olyan edény, amiben ezt meg lehet sütni, akkor nyugodtan rakják be abban. És ez egy adag? Ez egy adag. Szerintem három krumplival kezdünk, az jó. Közben én a kolbászt azt fel fogom szeletelni. Vékonyabb szeleteket vágok, mert hogy kisütjük a zsírját. Ebből a kolbászból fogunk kolbász morzsát csinálni, mert hogy ez egy ropogós kisült kolbász. Ezt a serpenyőt én elkérném egy pillanatra. Pötty vizet én szoktam alá tenni, akkor nagyon jól kisül a zsírja, utána a víz az elpárolog, és szuper ropogós lesz a kolbász, illetve egy nagyon pici zsíradékot is fogok alá tenni. És akkor ezt szépen kisütjük. Közben van egy ilyen eszköz. Hajszál vékonyra vágod a krumplit. A mandolin. És ez a trükk, hogy bizony hajszál vékonyra vágjuk a burgonyát. A hagymát azt nagyon apró kockákra vágjuk. Folyás, nem kéne megfőznünk? Nem, mert azt nem tesszük bele, hanem a tetejére fogunk egy budjontott tojást tenni. Nagyon jó. Ezzel készen vagyunk. És akkor köszönöm szépen a hagymát. Jó Isten, lámpalázas lettem. Te meg a lámpaláz. Ja. Te voltál, szoktál, vagy régen? Vannak szituációk, amikben kevesebbszer vagyok, akkor nagyon. Tényleg? Igen. De milyen, mi ez? Például mondjuk ki kell jönni, tudod, egy színpadra, össze van húzva a függöny, kint tele a nézőtér, és akkor hallod ezt a tudod, a nézőtérről. És neked kell először megszólalni. Aha. Akkor ott van adrenalin rendesen. Aha. Akkor is van, amikor indul egy ilyen hosszabb, jelentőségteljesebb élőadás. És te? Volt már, hogy nagyon izgultál? Én amikor életem első élő reggeli adásának voltam a műsorvezetője, mondták, hogy akkor 3, 2, 1, tiéd, és ebben a másodpercben van ott egy fülesünk, ugye? Persze. Na most ebben a másodpercben ez a füles elszállt, és elkezdett egy olyan hangot adni a fülem, mint hogy ufók szállták volna meg az agyamat, és üvöltött bent egy ezt körülbelül, és nekem ezt kezdett, hogy jó reggelt kívánok Magyarország, itt vagyunk. Hátra nyúltam, és ez egy adóvevő gyakorlatilag. Igen. Elkezdtem tekergetni, és egyszer csak egy csatornára átálltam, majd azt hallottam. Pisti, te megcsaltad Mariskát! Ez hogy történhetett? És kiderült, hogy felvettem a szomszéd stúdióban zajló Szappanopera forgatásnak a hangfelvételét. Na most onnantól kezdve egy Szappanopera ment ugye, a fejemben. Ugye, ezt megírni nem lehet. Nem lehet, nem lehet. Szerintem ez már így jó is lesz. Na. Egy kis papírszalvétára szedjük ki, hogy lecsöpögjön róla a zsír. Ide most szépen a hagymát ebben megdinszkeljük. Én szeretem hagyni, hogy jól összefonjadjon. Igazából én Olaszországban tanultam főzni életemben először. Nagyon belém nevelték a türelmet, hogy a hagymát azt hagyni kell legalább negyed órát dinsztelni, és akkor fogja igazán kicsit megkaramellizálódik, megpuhul, és ilyen igazán jó állaga lesz. Mindeközben előkészítem a budjantott tojáshoz a vizet. Ebben fogjuk a budjantott tojást elkészíteni, de biztonsági üzemmódban. Egy merőkanálban fogunk budjantott tojást csinálni. Figyelj,
ennél komolyabb praktikákhoz is kell folyamodnom a budjantott tojás kedvéért, de nem szeret engem a budjantott tojás, pedig én őt nagyon szeretem. Te nagyon szereted. Gyere ezt ide, pakoljuk Tegyem is át. A zsírral együtt? Hát a zsír a lényeg. Így hát van. Persze, hogy a zsírral együtt. Hát így van. És akkor most össze fogjuk keverni azt, amivel a kis gratin burgonyánkat fogjuk ecsetelgetni. Úgyhogy én ehhez tejfölt fogok használni. Annak érdekében, hogy ne teljes egészében folyjon ez ki, egy tojásfehérjével meg fogom fogni, sőt, tudod, egy egész tojással. Jó, még jó színe is lesz. Így van, gyorsan felkeverem, ezt is hozzáadjuk ehhez az egyvelethez. Én egyelőre ugye nem sóztam, nem borsoztam, mert a kolbászsírban rengeteg ízanyag van. Elkezdjük összerakni az ételt. Picit a tálaló gyűrűt azt átvajazzuk, hogy majd szépen le tudjuk róla húzni. És akkor elkezdjük a burgonyákat. Virágszíromba fogja rakni, gyönyörűen már látom. Körbe rakosgat. Nagyon nagy rajongója vagyok a parmezán sajtnak. Úgyhogy jön a parmezán. Úgyhogy egy nagyobb darab parmezánt letörünk. Amit egészen finom porrá. Így van. Bőrölünk. A parmezánnál nagyon fontos tudni azt, hogy pontosan ahogy fűszerként is használjuk, hogyha egy normális lukún reszeljük, nem fog úgy elolvadni. Uh-huh. Ezért mindig azt az oldalát kell választani a reszelőnek, ami kis tüskés. És chipset mikor raksz? A kolbász chips az a tetejére fog kerülni. De egyébként annyira sok lett a kolbász chips, hogy akár még egyébként bele is rakhatunk. Megkérhetnélek arra, hogy egy kis cheddar sajtot reszelj nekem. Alig maradt kolbászom itt a végére. Végül semmi nem lett sok. Nem, általában mindent bele lehet tuszkolni, még egy ilyen kicsi kis tortába is. Ez tökéletesen elég. Persze. Köszönöm szépen. És akkor természetesen a tetejét, ezt egy jó nagy adag sajttal fejezzük be, és mehet be a 180 fokos sütőbe. Én addig szeretem hagyni, hogy egy kis mini fekete buborékok hát igen. Nem jelennek hát meg a sajt tetején. Az a legjobb része. Igen, és az hihetetlen, hogy az emberek többsége azt hiszi, hogy a pici feketesség, akár legyen szó zöldségről, kenyérről, pizzáról, sajtról, az azt jelenti, hogy odaéget. Nem, az azt jelenti, hogy jó. Pont jó. Az van. Úgy jó. Így van. Direkt csináljuk. Így van. De gyönyörű, te ez egy torta lett. Hát úgy néz ki, hogy ez valóban egy krumpli torta. Egy ünnepi igen. dolog lett, ugye? Nagyon kell vigyázni, mert most tűzforró a dolog, és hát ezt a gyűrűt, ezt nem is tudnám róla most levenni. Úgyhogy addig, ameddig elkészítjük a budjantott tojást, és elkészítjük a kolbász morzsát, addig egy picit én kiraknám hűlni. Jó. Először a kolbászmorzsát fogjuk elkészíteni. Aprítógéppel fogjuk atomjaira szedni ezt a négy darab... Atomjaira? Igen, mert négy darab megmaradt kis darab kolbászkát. Én szerintem ez egy tökéletes. Milyen jó ötlet. Készítjük, legalábbis na, ide engedlek. Ez a te bizniszed. Megpróbálkozunk. Ehhez kell egy pici ecet. Kanálka só. Dobpergés. Igen, és egy csöpp olajat tedd meg, hogy teszel nekem az aljára a melőkanálnak, hogy majd ki tudjuk belőle a tojást szépen venni. És megkérlek, hogy üsd bele nekem. Mondtam, hogy nincs közöm hozzá, Rozina. Ez még nem azt jelenti, hogy neked közöd van ez a bugyant. Vállalok minden felelősséget. Engem utál a bugyantott tojás, pedig mondom, én szerintem nagyon szeretem. A bugyantott tojás, ez egy ilyen természetű dolog, mindenkit utál.
És akkor én ezt úgy szoktam csinálni, hogy éppen csak elmerítem benne, és akkor nagyon-nagyon lassan elkezdek rá vizet engedni. Fordulj el, Marci, lehet, hogy te hozod rám a rontást. Nem nézem. Nem nézem. Lehet, hogy Borbás Marci jelenlétében. Hidd el, hogy nem lehet. Bugyontott tojást csinálni, de meglátjuk. Lehet, de hogy lehet, nem, látom már, hogy jó lesz. Pedig nem néztem oda, de látom. Nem, én takarítok közben, mindent rendbe teszek, nem foglalkozom veled. Szerintem, hogyha készen lesz a bugyontott tojás, ami még szerintem egy olyan 30 másodperc, akkor utána tálalunk is. Jó. Készen is vagyunk. Akkor hozzam vissza? Cuccot? Én szerintem jöhet, igen. Jó. Igen. De szép lett. Igen. Na és akkor most meg kell próbálnunk levarázsolni. 3, 2, 1. Mindig gyűrűvel együtt mozgatjuk, hogyha tudunk ilyennel dolgozni, az nagyon fontos. De szép, Rozina! Gyönyörű! És hát ez brutál szép. Rakott graten burgonyánk lett, ugyebár, és akkor még a tetejére ezt a kis bugyantott tojást a tetejére még rátesszük, és hát a lényeg, hogy egy kis kolbászmorzsával megdobjuk, megszórjuk. Ezt azért fokozni nem lehet. Nehezen. De arra jöttem rá, hogy ez mégsem egy adag. Úristen, de krémes. Sajtot bármire lehet égetni, tehát én szerintem nincs az a dolog, amire ha az emberek is sajtot rá olvaszt, akkor az ne lenne attól jobb. Igen, de ahhoz tényleg ilyen pirosra kell sütni. Igen. Sajnos 2 kolbászcsipsz is került a villámra. Burgonyából is lehet, tojásból is lehet, és kolbászból is lehet ünnepi ételeket készíteni. Nagyon-nagyon jó.